Sziasztok! A mai videóban a Lego City rendőrséget fogunk bemutatni, és a kódszáma 60316 és 6 éves kort ajánlott. Igen, szintén, ha jól tudjuk, egy újabb készlet. Igen. Nemrég jelent meg. A dobozát ide adod picit. Ki tudod onnan bányászni? Ja, azt kell. Megmutatjuk. Kicsit nálunk a hely, de így néz ki a doboza. Hát így se sokkal látok többet. Hú, a rendőrautót elfelejtettük behozni. Ó, behozom. Hol van? Jó, hát szerintem az asztalon kell lennie, nem? Igen. Így néz ki a doboza. Másik oldalt is megmutatjuk. Kicsit fénylik, de talán azért látszódik. Szokásos kis életképek jelennek meg itt a hátoldalán, illetve az, hogy ezt az utat össze lehet kapcsolni más Igen. készletekkel, hogyha valaki egy egész várost szeretne fölépíteni, mint például karácsonykor Olivér is tette. Igen. Akkor felépítettük, te meg a Lego vonatot sem mutattuk Az a háttérkép. Be. Igen. A Lego vonat? Nem, hanem a városom. Én szerkesztettem meg, tudod. Igen, most a YouTube csatornának. Na, hol kezdjük? Kezdjük itt ezzel a kukás autóval? Igen. Ez a készlet, ez amúgy Daisy Kabum tartozik, ő tudjátok, Lego City-ben az egyik bűnöző. Meg Willer Őrnagy. Willer Őrnagy, ő a rendőrkapitány. Ő tartozik hozzá. Őt is szintén láthattátok a Lego City sorozatban. És Ellen. És Ellen. Ebben most Gyugdetény nem szerepel. Nem. Ő is itt van, ő az Ellen, a helikopterpilóta. És van még egy... Hopsz, kis katasztrófa. Van még egy hölgy. Egy ilyen rövid hajú hölgy. Ő is a készlethez tartozik. Annak nem jó, hogy mi a neve. Hát nem, végül is elnevezheted úgy, ahogy szeretnéd. És szintén a bűnöző, akinek nem tudjuk a nevét, ez az zöldruhás kis bűnöző, őt már elkapták a rendőrök, ezért vág ilyen szomorú képet. Na de aki rossz dolgot csinál, az így is jár, ugye? Igen. Na, akkor nézzük meg először a bűnözők autóját. Be tudod mutatni? Persze. Ja, és még annyit, hogy Daisy Kabum minek költözik be. Nagyon cseles ez a Daisy. Már 2 arca volt. Szerintem nem, 1 arca volt Daisynek. Biztos? Mm-hmm. Igen, ez az arca. Nézzétek! De aki volt a személynél ilyen, lehet, hogy rossz ízét adtunk neki. Nem, ez az. Biztos? Biztos, ott a képen is ez van. Nem tudom, hogy mennyire látszódik, kicsit nehezen zoomol a kamera. Szóval ő így át tud öltözni. De Igen. Most szerintem adjuk vissza rá a ruhát. És itt van egy nagyon menő kukásautó, és a hátulján oda lehet berontni a szemetet. Ott gyűjtik a szemetet, na de ez valójában nem egy kukásautó, hanem a bűnöző. Bűnözőknek az autója, ide lehet beültetni Daisyt. Igen. Akinek a feltett szándéka, hogy kiszabadítja a barátját. Társát, aki éppen a börtönben csücsül. És elmutatom, hogy tudjuk ki szenni. Oda be kell alulra akasztani, tudod. És akkor úgy kijön a... Ó, hogy már ki is törte a falat.
Igen. És így ki tud szabadulni a bűnöző barátja, de most szerintem még csuktuk vissza. És ezt még megmutathatjuk, hogy hogy működik. Ide föl kell szúrni a kukát. És így megemeli, és apám! Majdnem! És most a parókát fogjuk berakni, amúgy van ilyen hal, meg ilyesmi hozzá. Na gyere! Sikerült? Ja, igen, itt bocsánat, ki is jött. Nem volt jó lezárva. Szóval így működik ez a kukásautó. Igen. És akkor szerintem mutassuk meg a rendőrautót is. Itt van egy rendőrautó a polisz felirattal, vagy polisz, nem tudom, hogy kell kiállítani. Igen, az ajtaja az nem nyitható, a teteje szokásosan levehető, és akkor ami viszont különleges. Hátulján vártam van. És ide lehet beültetni a gonosztevőt, így tudják elkapni őt. Tehát ez egy ilyen börtönautó is. Aztán nézzük meg, hogy mi van itt az udvaron. Ez maga a kutyakadémia ez. Igen, itt van egy ilyen plac. Ott van, látjátok, a börtön. Vannak szirének. És itt van a kiképző, ahol ilyen cuki rendőrkutyákat lehet kiképezni. És akkor, hogy vezetik végig, így átmegy, szalmozik egyet, opá, és eldől, és visszamegy az elejére. Így néz ki. Itt pedig lent a bejáratnál ül a rendőrhölgy. Aki ezt kinyitja, ezt a kaput. És várj, mit teszik a rendőrnéni? Fánkot. Hát, ez egy ilyen sztereotípia, amit úgy látszik a Lego is felhasznált, hogy a rendőrök szeretik a fánkot, és ott teszi a néni a fánkot, mégpedig szerinted milyen? A fánkot azt én szeretem. Szerinted milyen fánkot teszik a néni? Epres. Epres fánkot, le. És itt van neki a kis kabinja. Nem tudom, mennyire látszódik, de amikor jön az autó, egy kicsit erre tesszük, akkor így egy pöcökkel ki lehet nyitni a sorompót, hogyha megy a rendőrség valahova. Nem mindig lássik. És akkor szirén... Már is tűnt az egyik innen. Igen, szirénászatnak egy tü-tü-tü-tü. Nem így szirénászatnak. Így tolatnak. Nino, Nino, Nino. Nem így szirénáznak. De. Itt van ez a kis pöcök, és ezzel lehet föl-le mozgatni. Szerintem akkor nézzünk is be alulra. Mit láthatunk alulról? Itt van egy kávéfőzőgép. Egy kicsit gyere így ki. Hoppa. Meg van egy kis virág. Igen, hát azért mégis csak legyen más szép az a rendőrség, nem? Igen. És itt még alul ott ez a kávéfőző, ott tudnak maguknak kávét főzni, illetve itt nyílik a börtönök felé az ajtó, csak mi most szerencsétlen módon befelé nyitottuk, és itt a fától meg a többi elemtől nem nyílik ki teljesen, tehát ezt befelé kellene nyitni. Igen. És a bűnözőknek van itt egy ilyen kis udvaruk, ahova kiszokták őket engedni egy fával. Ott a fa, és ott a szemtelen mókus, aki egyfolytában zargatja a bűnözőket. Igen, ott meg van a súlyzó. Súlyzó is van, és itt van a gyagyás bűnöző, van neki egy kis ágya, meg egy mosdó része, gyakorlatilag ide zárták be, és akkor ez a rész bontható itt a falnak. A felsőbb szinten, mert hogy ez egy háromszintes épület, van egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen megbeszélő szoba. Igen, itt meg a
hogy hívják ezt, lefényképezik a bűnözőt. Lefényképezik a bűnözőt, ott van egy kamera, kameraelvánnyal, és ott is fánkok. Igen. Sorakoznak, és ebből a helyiségből nyílik, ott lehet bemenni, sziasztok. Föl lehet menni egy kis létrán a helikopter leszálló helyre, ahol már nem is Willer, hanem hogy hívják őt? Ellen. Ellen már bevetésre készen áll, hogy felszállhasson ezzel a szuper helikopterrel. Igen. Ott van egy sárga jelzés, hogy ott. És a legfelső szinten pedig van a Willer önmagnak a szobája. Igen, ott van egy távcső, meg egy kávé. Kávé, neki nem tettek be fánkot érdekes módon. És itt elől látható maga Willerről nagy, ahogy néz ki ott azon a terasz részen, és integet, hogy sziasztok, leendő kis rendőrök! Meg van itt egy ablak, és felül meg valami antenna-szerű, ugye? Igen. Mozgatható az antenna is. Ó, az a... Ez is szép minden. Az az állvány. Ide hárhopsz kell, mindig már szétesik a... Igen. ...helikopter. És szegény Ellen nem tud felszállni vele. Hol volt? Azt még megmutathatjuk, hogy hány könyv volt? Igen. Emlékszel rá, hány csomag volt? 7. 7? 8. 8. Ez az első könyv. Ebből a rendőrautót lehet kirakni. Itt van a második könyve, nem ez a harmadik könyve, bocsánat. Ebből lehet kirakni a kukásautót. Igen. És maga ez a vastag könyv a rendőrállomásnak az útmutatója. És ahogy mostanában már szokás a Legónak, egy ilyen kis figura jelzi, hogy hol tartunk az építésben, amikor végeztünk az építéssel, a figura befut a célba. Most a rendőrségre, ugye? Igen. Ja, és itt kívülről még vannak olyan kis elemek, mint kamera, például ez az ajtó is természetesen nyitható, csak nem felnőtt kéznek, hanem gyereknek. Illetve ott fent van sziréna, vagy ilyen hangos bemondó, meg világítás. És itt a szemtelen kis mókus, akivel azt szoktuk játszani, hogy egyfolytában bosszantja a börtönlakókat. Igen. Ma akkor magyarod dobál be nekik, ugye? És utána veled is meg ezt. Igen. És a rendőrök tudnak róla, hogy itt ez a szemtelen mókus, de játszanak a bűnözővel. Amikor a bűnöző panaszkodik, hogy megdobálja őt folyton egy szemtelen mókus, akkor a rendőrök azt mondják, milyen szemtelen mókus? Nincs is itt szemtelen mókus. Ugye? Igen. Ezt szokták játszani. És természetesen ebből az építhető útrészletből áll még a készlet. Igen. Van még valami, amit el szeretnél mondani? Virágok azok is vannak. Ja, meg minden... itt van egy. Jaj, akkor nézzük, csináltak még. Jaj, tényleg, ez Olivier egyik kedvenc, ami már egy másik készletben is jelen volt. Ez, elmondjuk nektek, hogy nem csokis muffin, hanem ezt a kutya rakta le a pázsitra kiképzés közben. Ez a házban volt még. Igen, az a kertes házban is, igen. Ja, igen, beutattuk. Hát ennyi lenne ez a Lego City készlet.
Köszönjük, hogy megnéztétek a videót. Ha tetszett, akkor lájkoljatok és iratkozzatok fel. Sziasztok!